Lányok, fiúk, kezdjük, jó? Ha valaki nem ismer, engem Pelikán Józsefnek hívnak, és úgy beszéltük meg Dobos tanár úrral, hogy ebbe a fél évbe felváltva fogjuk tartani ezt a szakkört, és ugye a mait én tartom. Küldtem Dobos tanár úrral a múlt héten egy feladatot, mondván, hogy aki azt megcsinálja, az, és van kedve, az írja le és adja be. Már egy párat kaptam, van még, aki készített, mert azt megkérem, hogy adja ide. És egyébként további használatra azt kérem, hogy mindig a papírra írjátok föl a neveteket, az iskolátokat, az osztályotokat és az e-mail címet, jó? Na most, mint látjátok, itt készül ilyen videó meg hangfelvétel erről a dologról. Ez reményeink szerint föl lesz téve az internetre, és arra szolgál elsősorban, hogy aki nem tud ide személyesen járni, de érdekli a dolog, az megnézhesse. De hát persze ti is megnézhetitek, hogyha valamire nem emlékeztek, vagy egyszerűen csak kíváncsiak vagytok, hogy hogy is volt. Azt mindenkit biztatok, hogy ha bármi kérdése támad, akkor bátran jelentkezzen és kérdezze meg. Na most megmondom, úgy képzeltük el a munkamegosztást, hogy a Dobos tanár úr által tartott szakkörök azok olyan hagyományos feladatmegoldó szakkörök lesznek. Én viszont próbálok ilyen nehezebb témákra koncentrálni és elmondani, hogy hogyan old meg az ember nehezebb feladatokat. Nem lesz mind nehéz, de hát azért lesznek köztük nehezek. Illetőleg egy-egy témát körüljárunk, tehát itten a hallgatóság, elsősorban tényleg hallgatóság lesz, és nem töltjük az időt azzal, hogy azt mondom, hogy most akkor fél órát gondolkozunk a feladatokon. Házi feladatok azok majd lesznek, de inkább igyekszem bemutatni, hogy mik lennének a jó módszerek, meg hogyan kell megközelíteni ilyen feladatokat. Ennek sok egyéb között az az oka, hogy az elmúlt néhány évben már a Nemzetközi Diákolimpián a magyar csapat gyakran nehezen birkózott meg a nehéz feladatokkal. Hozzáteszem, hogy nem volt egyedül, szóval több olyan év volt, amikor túl nehézre sikerültek az olimpiai nehéz feladatok, és csak nagyon kevesen oldották meg. De hát szeretném, hogy hamarosan legalább a magyar csapat tagjai azok között legyenek, akik megoldják a nehéz feladatokat. De nem, szóval nem csak ilyen versenyorientált dologról van szó, hanem hát igyekszünk érdekes matematikát csinálni. Na, ennyit talán elég volt bevezetésnek. Ha valaki ebbe a pillanatba akar kérdezni, azt bátran megteheti. Ha meg nem, akkor már is a húrokba csapunk és számtant csinálunk. A mai napnak a témája elsősorban számelméleti feladatok lesznek. Különös tekintettel ilyen számelméleti egyenletekre, úgynevezett diofantoszi egyenletekre, amikor arról van szó, hogy egyenleteknek egész számokba keressük a megoldását, de nem csak ilyen diofantoszi egyenletek lesznek. Mindjárt kezdjük is a következő feladattal. Tegyük föl, hogy van nekünk 4 darab páratlan számunk, nagyságrendben A, B, C, D, és mind pozitívak, és mindegyik határozottan nagyobb, mint az előző, és mint mondottam, ezek páratlan számok. Páratlan egész számok. Következőket tudjuk róluk. Tudjuk, hogy A szor D egyenlő B szer C. Tudjuk, hogy A-nak és D-nek az összege az valami 2 hatvány, mondjuk 2 a K-adikon, és hasonlót tudunk B és C összegéről, hogy az meg mondjuk 2 az M-ediken, ahol is K és M ezek egész számok. Mindezeket a dolgokat tudjuk, és a következmény, amit be kellene bizonyítani, az az, hogy A egyenlő 1. Találkozott már valaki ezzel a feladattal? Ez a jó, hogyha ezzel senki nem találkozott, mert akkor mindenki azonos eséllyel lát neki. No, hát itt van a feladat.
mit tesz az ember, ha egy ilyen feladatot lát? Hát először próbálja megérteni, hogy mégis miről van itten szó. Ugye azt mondja, hogy ezek a K meg az M egész számok nem mond semmit arról, hogy lehetne például esetleg negatív egészek, de hát próbáljuk megnézni, hogy van-e valami információnk erről a K-ról meg az M-ről, azon kívül, hogy egész számok. Tudunk-e valami, hogy legalább mennyi a K meg az M? Ezt mondom, ez még nem a megoldáshoz visz közelebb, csak egy kicsit körülnézünk, hogy hol vagyunk. A K-ról tud valaki valami alsó becslést? Úgy van. És az M? Az is legalább három. Tehát az első észrevételünk az, hogy a K és az M, az nem csak, hogy pozitív egész számok, hanem mindegyik legalább három. Gondoljuk meg miért. Ezek az A, B, C, D páratlan számok, tehát az A legalább 1, a B legalább 3, a C legalább 5, a D legalább 7. Úgyhogy az A plusz D az legalább 8, és emiatt a K-nak legalább 3-nak kell lenni, hogy ez az egyenlőség fönnállhasson. És hasonlóan a B plusz C is legalább 8, mert legalább 3 meg 5. Tehát az M is legalább 3. Na hát akkor most már valamit látunk a K-ról és az M-ről. Van valami más, ami szemet szúr a K-ról és az M-ről? Az még mindig csak olyan előkészület, de olvassuk, vagy nézzük, hogy mi a példa. Lát-e valaki valami további összefüggést a K-ra és az M-re, azon fölül, hogy mindegyik legalább 3? Sőt. Nagyobb. Na, ez egy hasznos észrevétel, hogy mondjam, megint csak azért, hogy lássuk, hogy hol járunk, és azt honnan tudjuk, hogy a K nagyobb, mint az M. Ugye itt van nekem ez az A és D számpár, meg a B és C, aminek ugyanannyi a mértani közepe. Ez van ideírva. Akkor úgy tapasztalatból tudjuk, hogy akkor mindegyik párnak a számtani közepe az legalább annyi, mint a mértani közepe. Azt is tudjuk, hogy egyenlőség csak akkor van, ha egyenlők a két szám. De ennél valójában többet tudunk, még ha lehet, hogy soha nem is fogalmaztuk meg, hogy annál nagyobb, rögzített mértani közép esetén, annál nagyobb a számtani közép, minél messzebb vannak egymástól ezek a számok. Na most... ez úgy, hogy mondjam, tapasztalati tény, vagy az ember biztos be tudná bizonyítani. Most egy pillanatra hadd álljak meg, és úgy véve a dolgot, hogy ugye itt bárki a tarsolyába hordja a marsalbotot, tehát bárki lehet, hogy majd megy a Nemzetközi Diákolimpiára. A Nemzetközi Diákolimpián a csapat tagjainak, akik a legutóbb vagy korábban tagok voltak, azoknak hangsúlyoztam, hogy ott mindent le kell írni, mert kínosan ügyelnek. Tehát ennek is le kell írni egy bizonyítását. Tehát nem elég azt mondani, hogy tudjuk, vagy hogy világos, vagy intuitíve. De gyorsan csináljuk egy bizonyítást, mintha ott ülnék az olimpián, hogy mit írunk le. Tehát van két szám, aminek X és Y, aminek rögzített a mértani közepe, vagy ami azzal ekvivalens a mértani közepének a négyzete, vagyis az XY, és nézzük a számtani közepüket. XY per 2, X plusz Y per 2. Most ennek a négyzete az X minusz Y per 2 a négyzeten plusz XY. Ugye ez könnyű számolás mutatja. Tehát ebből először is látszik, hogy a számtani közép, pontosabban annak a négyzete, az nagyobb egyenlő, mint a mértani közép négyzete, hiszen ez itt nyilván egy nem negatív szám. Látszik az is, hogy egyenlőség akkor és csak akkor áll, ha x egyenlő y, mert ez csak akkor lesz nulla, de az is látszik, hogy rögzített xy mellett minél nagyobb az x és az y közötti távolság, a hézag, a különbség, annál nagyobb a számtani közép. És mivel itt nyilvánvaló, hogy a D és az A közti különbség az határozottan nagyobb, mint a C minusz B közti különbség, tehát ez mutatja, hogy a A plusz D-nek
amik közt nagyobb a különbség, a számtani közepe, vagy itt a kétszerese van a számtani középnek, hogy az határozottan nagyobb, mint a B plusz T-nek a számtani közepének a kétszerese. Tehát kijött, hogy K határozottan nagyobb minden. Na, ennyit, ugye egy kicsit körülnéztünk, hogy a K-ról és az M-ről tudunk-e valamit. Na most, még mindig, mielőtt a megoldás érdemi részéhez fognánk, ha az ember megnézi ezt az állítást, akkor van egy kérdés, amit itt senki nem kérdezett, de ami nagyon természetesen fölvetődik. Vajon hogy szól az a kérdés? Ti mit kérdeznétek, hogyha látjátok ezt a feladatot? Úgy van. Én is ezt kérdezném. Tehát ugye itt azt mondják, hogy ha ez meg ez meg ez teljesül, akkor csak az lehet, hogy A egyenlő 1. Hát de hát ha az se lehet, hanem ez egyszerűen soha nem tud teljesülni. Tehát érdemes lenne megnézni, hogy hát és A egyenlő 1, ami állítólag muszáj, hogy úgy legyen, akkor viszont van megoldás, ahogy te kérdezted. És mi a válasz? Na hát ez egy konkrét megoldás, de hát ha valakinek nem szúr ez rögtön szemet, lássuk, hogy mi a helyzet. Ha A egyenlő 1, akkor ugye a feltétel azt mondja, hogy D egyenlő 2 a K adikon mínusz 1, ahol mi már tudjuk, hogy a K legalább 3, sőt tulajdonképpen azt is tudjuk, hogy legalább 4, mert az M legalább 3 és a K nagyobb. Tehát akkor vegyük azt az esetet, hogy ha K egyenlő 4, akkor tehát A egyenlő 1, D egyenlő 15, a szorzatuk 15, és a BC-t találhatunk, pont a 3-5 az olyan, hogy páratlanok, ez a nagyságrend teljesül, 1 kisebb, 3 kisebb, 5 kisebb, 15, a szorzatuk ennek is, meg ennek is 15, és ami a örvendetes meglepetés, hogy 3 meg 5, az 2 a köbön, tehát az is tényleg 2 hatvány. Ugye, tehát B egyenlő 3, C egyenlő 5, az egy megoldás. Ez egy jó hír, hogy ezek szerint nem egy üres állítás a feladat állítása. A egyenlő 1, de az viszont tényleg lehetséges. Parancsolj! Azt gondolod, hogy pároskákra mindig van megoldás, és az micsoda? A egyenlő 1. Hát mondjuk azt a páros számot hívjuk 2L-nek, jó? Tehát mondjuk, hogy K egyenlő 2L, akkor D egyenlő szükségképpen 2, hát 2L mínusz 1. B egyenlő 2 az L-edike mínusz 1, C egyenlő 2 az L-edike plusz 1. Ez hál' Istennek páratlan számok. A szorzatuk ugye tényleg éppen 2 hat 2L mínusz 1. Az összegük tényleg 2 hatvány, jelesül B plusz C egyenlő kétszer 2 ad L. Tehát 2 ad L plusz 1. Tehát látjuk, hogy K egyenlő 2L esetén M egyenlő L plusz 1. És ezek a választások ugye a K azt mondtuk legalább 4, tehát az L az itt legalább 2. És akkor ez a B, ez nagyobb, mint 1, a C az nagyobb, mint a B, és a D pedig láthatólag nagyobb, mint a C. Ha majd valaki bejön, akkor kinyitja az ajtót. Tehát végtelen sok megoldást találtunk. És látjuk, hogy ez, amit itt elsőre találtunk, az ennek speciális esete. Ugye, csak úgy, hogy lássuk, hogy mi a következő, ugye L egyenlő 3, akkor ez 2 a hatodikon, az 64 mínusz 1, az 63. Tehát a következő megoldás, amit kapunk, az az A egyenlő 1, D egyenlő 63, B egyenlő 7 és C egyenlő 9. No, ez megnyugtató, bár, mint az előbb mondtam, ezt tulajdonképpen senki nem kérdezte, de attól mi nekünk még hasznunkra válhat. Egyrészt tisztáztuk magunkba, hogy tényleg ilyen megfelelő megoldások léteznek, sőt végtelen sokan.
És hát, ha még egyéb hasznunk is lesz belőle. Na, most jön az igazi nehézség. Mert eddig most megbarátkoztunk a feladattal, de hát most valahogy neki kéne látni annak a bizonyításának, hogy A egyenlő egy. Milyen módszer áll rendelkezésünkre? Hogy fog ebből a sok feltételből kijönni, hogy A egyenlő egy? Mit gondoltok? Milyen stratégiát lehet elképzelni? Hát erről az áról ugye tudunk egy csomó dolgot itten. Például ez, ami itt látható, az esetleg némileg gyengítve, mit mond nekünk az áról? Mit tudunk róla? Egész konkrétan azt tudjuk, hogy A szor D egyenlő B szer C. De ebből legalábbis következik, hogy az A osztója a B szer C-nek. Ezt egész biztosan tudjuk. Na most, ha ezt tudjuk, akkor milyen plusz információ segítene minket hozzá ahhoz, hogy arra következtethessünk, hogy A egyenlő 1? Hát igen, de ez, hogy egyáltalán a prímekkel nem osztható, az nem látszik, hogy a feltételek hogy segítenek hozzá ennek az igazolásához. Tudunk valamit az A, a B és a C viszonyáról. Ha valami mást is tudnánk, akkor kijönne, hogy A egyenlő 1. Mi lenne vajon az a más? Ez a nehéz rész, ez az igazi ötlet a megoldásban. Hát, hogyha kijönne, hogy az A relatív prima B-hez is, meg a C-hez is, másrészt osztója a B szer C-nek, akkor csak az lehet, hogy A egyenlő 1. Mert akkor tényleg nincs semmiféle prímosztója az A-nak, hiszen ha lenne, az vagy a B-nek, vagy a C-nek is prímosztója kéne, hogy legyen, és akkor nem állna fönn ezt, hogy A és B, vagy A és C relatív prímek. És erre meg milyen reményünk van, hogy kijöjjön, hogy mondjuk az A és a B relatív prímek? Hát erre nagyon hasznos ez a példa, amit itt látunk. Mert ha megnézitek, a példánkba, az összes példába az A plusz B az kettő hatvány. Mert egy meg kettő ad el mínusz egy. Tehát, hogyha kijönne, hogy az A plusz B az egy kettő hatvány, mindegy, hogy a kettőnek hanyadik hatványa, akkor ebből következne, hogy az A és a B relatív prím. Miért? Mert az A és a B mindegyik páratlan. Ha van egy egynél nagyobb közös osztójuk, akkor az csak páratlan lehet. Másrészt egy páratlan szám egynél nagyobb, az nem osztója egy kettő hatványnak. És erre van reményünk, mert az általunk ismert példákban ez fönnáll, hogy az A plusz B az kettő hatvány. Tehát készen áll a tervünk, azt kellene megpróbálni, hogy az A plusz B az kettő hatvány. Na most térjünk vissza tehát ez a program. Na most az A-ról és a B-ről állítok valamit. Akkor először is ezekből a feltételekből el kéne tüntetni a C-t meg a D-t, azokat ki kéne fejezni az A-val és a B-vel. Hát az nem egy ördöngösség, ugye a C az 2 ad M minusz B, a D pedig 2 ad K minusz A. Úgyhogy ezekkel, ha újraírjuk ezt a feltételt, úgyhogy most már csak az A és a B legyen benne, akkor azt fogjuk látni, hogy A szor 2 ad K minusz A egyenlő B szer 2 ad M minusz B. Vagyis, hogyha egy kicsit átrendezgetem, mondjuk áthozom ezt, hogy mínusz B négyzet azt ide, akkor azt látom, hogy B négyzet mínusz A négyzet, és akkor ezt pedig így írom, hogy B szer 2 az M-ediken, mínusz A szor 2 a K-adikon. Ugye ez a B négyzet mínusz A négyzet, ezt persze tudjuk, hogy B mínusz A szor B plusz A. Na most mit tudunk erről?
Hát erről biztosan tudjuk, hogy osztható kettő az M-edik N-nel. Ugye most jön jól, hogy tisztáztuk az M és a K közötti nagyságrendi viszonyokat, tudjuk, hogy az M a kisebb, tehát ez szemlátomást osztható kettő az M-edik N-nel, ez meg pláne, mert K nagyobb minden. Tehát ez is osztható kettő az M-edik N-nel a másik oldal, mert hiszen az egyenlő vele. Na most mit tudunk erről a két számról, a B-A-ról meg a B+A-ról? Hát mind a kettő páros szám, hiszen a B meg az A mindegyik páratlan. Tehát mindegyik külön-külön osztható kettővel. De azt állítom, hogy közülük az egyik, az csak kettővel osztható, tehát négyel már nem osztható. Miért? Mert ha mindegyik kettőnek legalább a második hatványával, tehát négyel lenne osztható, akkor persze az összegük is osztható lenne négyel. Na de az összegük az 2b, ami kétszer egy páratlan szám, az nem osztható négyen. Tehát az a szituáció, hogy eközt a két szám között az egyik épp csak a kettőnek az első hatványával osztható, de azzal igen, és ennek megfelelően a másik megosztható kettőnek legalább az M-1-edik hatványával, lehet, hogy nagyobban. Na most, de az a kérdés, hogy melyik a kettő közül az, ami kettőnek csak az első hatványával osztható, és melyik az, amelyik legalább a kettőnek az M-1-edik hatványával? Hát nézzük a B-A-t. Ugye a B-A, hát az persze kisebb, mint a B, hiszen az A egy pozitív szám, és az meg pláne kisebb, mint B+C/2. Ugye, mert a C nagyobb, mint a B. És a B+C/2, az pedig egyenlő 2 ad M-1. Tehát a B-A az határozottan kisebb, mint 2 ad M-1. Tehát az nem lehet, hogy ő az, amelyik legalább a kettőnek az M-1-edik hatványával osztható, hiszen ő kisebb, mint a kettőnek az M-1-edik hatványa. Tehát ő a másik, amelyik csak a kettőnek az első hatványával osztható. Erre van egy szokásos jelölés, hogyha veszek egy prím számot, akkor a P a K-adikon, és ilyen két jel, két vonalas osztójelet írok, osztója ennek, ez azt jelenti, hogy a P, egyrészt azt jelenti, hogy a P a K-adikon osztója ennek, és másrészt, hogy a P a K+1-en az már nem osztója ennek. Tehát, hogy az N az pontosan a P-nek a K-adik hatványával osztható, ez csak prím hatványokra használjuk ezt a jelölést. Tehát ezzel a jelöléssel mondhatom, hogy az derült ki, hogy 2 az a pontos osztója a B-A-nak, tehát az épp csak az első hatványon osztható, és a 2 az M-1-en, az pedig osztója a B+A-nak. No, eddig volnánk. Na most ezek szerint... Ezeket a példákat letörlöm, de azért ezt a C-t legalább, hát fölírtátok, remélem, de tartsátok fejbe, hogy ez 2 ad L+1. A példánkba. No, tehát tudjuk, hogy a B+A az valami S-szer 2 ad M-1. Most azt lenne jó tudni, hogy micsoda az S. Hát ugye, a B+A az garantáltan kisebb, mint a B+C, mert A kisebb, mint C. A B+C, azt tudjuk, hogy 2 az M-ediken. Tehát S-szer 2 ad M-1 az kisebb, mint 2 ad M, tehát S kisebb, mint 2, tehát S egyenlő 1. Hoppá! Éppen ezt akartuk. Kijött, hogy A+B az tényleg 2 hatvány, jelesül 2 ad M-1. És, mint ahogy azt elmondtam, ez már is adja, hogy A és B relatív prímek. Mert egyrészt páratlanok, másrészt az összegük 2 hatvány, tehát a legnagyobb közös osztójuk az nem lehet se egynél nagyobb páratlan szám, se persze páros szám, mert hiszen ők páratlanok. Na most, de hátra van még az A meg a C. Gondolnánk, hogy majd az is ki fog jönni, ha ez ilyen jól ment, hogy A+C az is 2 hatvány.
De ezért mondtam, hogy figyeljétek a példát, mert előttünk van egy példa, ahol az nem kettő hatvány. Ugye C egyenlő 2 ad L plusz 1, A egyenlő 1, az összegük 2 ad L plusz 2, az nem kettő hatvány. Még a legkisebb L esetén se, ugye az L egyenlő 2 esetben se, aztán nagyobb L-ekre se. Hát akkor mit kéne próbálni? Hát ugyanaz a példa szinte sugalmazza, hogy mit kéne próbálni. No, mit? C minusz át, mert az a példában tényleg kettő hatvány. Hát, ha be tudjuk bizonyítani, hogy általában is. És persze az ugyanolyan jó a C minusz A, mint a C plusz A. Ha a C minusz A kettő hatvány, a C meg az A páratlanok, tehát nem lehet nekik egynél nagyobb páratlan közös osztójuk, hiszen az a különbségüknek is osztója lenne, az meg kettő hatvány. Páros közös osztójuk szintén nem lehet, mert páratlanok, tehát relatív prímek. No, C minusz A. Hát ez, ha nem ijedünk meg tőle, akkor szinte az ölünkbe potyan. Mert ugye ez nyilván B plusz C minusz B plusz A. B plusz C, azt tudjuk, hogy mennyi, az 2 ad M. De B plusz A, az is tudjuk mennyi, az 2 ad M minusz 1. Különbség az 2 ad M minusz 1. És kész vagyunk. Na most, amit itten végig csináltunk, ugye ezzel befejeztük a feladatnak a megoldását, de vegyük észre, hogy mellesleg még az is kijött, mivel kijött egész precízen, hogy mennyi kell, hogy legyen a B, meg a stb., hogy nincs is más megoldás, mint amiket megtaláltunk. Tehát A egyenlő egy esetén van megoldás, végtelen sok találtunk, de ha ezt talán otthon érdemes újra átnézni ezt a bizonyítást, hogy ez tulajdonképpen azt is mutatja, hogy viszont az A egyenlő egy esetén is csak ezek a megoldások vannak, amiket ezekkel a paraméterekkel és ezekkel a konkrét A, B, C, D értékekkel találtuk. No, ha már ezzel ilyen szerencsésen megvagyunk, akkor elárulom, hogy ezt láthattátok volna ezt a feladatot, mert ez az 1984-es matematikai diákolimpiának volt a 6-os feladata, tehát a legnehezebbnek szánt feladat, az Prágában volt. És megmondom a statisztikát, ez azon belül, hogy nehéz feladat, azon belül nem volt annyira nehéz, mert abban az évben 192-en vettek részt az olimpián, és abból 25-en megcsinálták ezt a feladatot. Sajnos abból a 25-ből csak 2 volt magyar, de hát az is több, mint a nulla. Jó, ugye látjátok, ha valaki tényleg összetalálkozott volna valamikor a közelmúltban ezzel a feladattal, akkor az nyilván tanácstalan lett volna egy ideig, hogy hát hogyan fog az kijönni, hogy A egyenlő 1. Hát most már látunk egy lehetséges megközelítést. No, ha már itt tartunk, egy új gyakorlat. Itt van ez a kicsit szokatlan feltétel. Azt állítom, hogyha nekem van 4 darab pozitív egész számom A, B, C, D, amikre most ezt felejtsük el, ez nem kell, és az se kell, hogy páratlanok. Tehát ez csak úgy erről eszembe jut, hogy van 4 pozitív egész szám, amire A szor D egyenlő B szer C. Azt állítom, hogy ebből következik, hogy az A négyzet plusz B négyzet plusz C négyzet plusz D négyzet az nem prím. Ez most csak úgy mondom ezt a feladatot, ez nem házi feladat, még lehet, hogy visszatérünk rá, mert hiszen még nézni fogunk mindenféle módszereket, amik hasznosak ilyen feladatok számelméleti feladatok megoldásába. És az egyik ilyen módszer majd nagyon jól lesz alkalmazható erre, de aki akarja, ezt gondolkozzon rajta, lehetőleg ne ebbe a pillanatban, mert akkor talán nem tud annyira figyelni, de például majd tartunk valamikor egy negyed óra szünetet, és az alatt például bátran lehet gondolkodni. No, megbeszéltünk egy nehéz számelméleti feladatot, és
számba vettük, hogy milyen stratégiák jönnek szóba. Nézzük egy másik nehéz számelméleti feladatot. Így szól a feladat. Legyenek A és B pozitív egész számok. És tegyük föl, hogy az A-szor B plusz 1 az osztója az A négyzet plusz B négyzetnek. Ez teljesül. Hát akkor ez a hányados, hogy A négyzet plusz B négyzet per AB plusz 1, ugye ez definíció szerint egy egész szám. Ezt jelenti, hogy osztható. Azt állítja a feladat, hogy ez nem csak hogy egész szám, hanem négyzet szám. Tehát 1 vagy 4 vagy 9 vagy stb. Újra megkérdezem azt, amit az előző feladat kapcsán megkérdeztem, hogy van-e valaki, aki találkozott már ezzel a feladattal. Az csak annyit tegyen, hogy jelentkezik. Jó. Tehát a közelítőleg hasonló a helyzet az előzőhöz, hogy mindenki azonos esélyekkel nézi ezt a feladatot. Majd elárulom, hogy hol lehetett volna találkozni vele. Ez is egy nehéz feladat. Hát nem árulom el előre, hogy hol lehetett találkozni. Nézzük a megoldást. Ugye, tehát elnevezzük mondjuk K-nak ezt a hányadost, amiről be akarjuk látni, hogy négyzetszám. Ugye ez a K, erre a K-ra van egész számokból álló megoldása annak az egyenletnek, hogy A négyzet, mínusz k szor ab, plusz b négyzet, hogy ez egyenlő k-val. Ugye átszoroztam ab plusz 1-el, és a kab azt a tagot idehozta. Tehát vannak ilyen, a feltétel azt mondja, hogy pozitív egész számok, de ezt egyelőre ne is vegyük figyelembe. K-ról tudjuk, hogy ennek az egyenletnek, amit most úgy tekintünk, mint a és b az ismeretlenek, hogy van egész számokból álló megoldása. És arra akarunk következtetni, hogy a K négyzetszám. Hát most nézzük ezeket a szóba jövő egész megoldásokat. Még egyszer mondom, most nem követeljük meg, elfelejtjük azt a feltételt, hogy az A és a B pozitív, friss szemmel nézzünk az egyenletre. Hát hogyha mondjuk a B nulla, akkor ugye K egyenlő A négyzet. Ha meg A egyenlő nulla, akkor K egyenlő B négyzet. Tehát ebben az esetben tényleg a K négyzet szám, amit be akartunk látni. Úgyhogy mostantól kezdve föltehetjük, hogy az A és a B egyike se nulla. Nem tettük föl, hanem kijött. Na most az is biztos, hogy az A-nak és a B-nek ugyanaz az előjele. Tehát az nem lehet, hogy az egyik negatív és a másik pozitív. Miért nem lehet? Mert ha az lenne, akkor az AB szorzat az ugye negatív lenne. Tehát a mínusz K szor AB az pozitív lenne. Na most a mínusz K szor AB, még ha az A meg a B abszolút értékben csak egy is, már akkor is legalább K, meg még ezek a nem nulla A négyzet, meg B négyzet, tehát a bal oldal nagyobb lenne, mint a jobb oldal. Ugye, már pedig akkor nem állhat fönn az egyenlőség. Tehát kijött, hogy az A-nak és a B-nek ugyanaz az előjele, és ha történetesen mind a kettő negatív, akkor mindegyik helyet vehetjük az ellentétjét, az akkor mindegyik pozitív, és azok ugyanúgy megoldásai az egyenletnek. Tehát mostantól kezdve, nem használva ezt a feltételt, kijött, hogyha van ennek az egyenletnek megoldása, ugye amiből arra akarunk következtetni, hogy K négyzetszám, akkor biztos, hogy van neki, és a K nem négyzetszám, hadd fogalmazzak így, akkor biztos, hogy van neki pozitív AB számokból álló megoldása. És most jön a bizonyításnak tulajdonképpen az alapötlete. Amit csak azért nem hívok olyan értelemben ötletnek, mint az előző bizonyításban, mert ott tényleg a rendelkezésre álló lehetőségek közül valami az alkalomhoz illőt kellett választani. Itt meg az alapötlet egy jól ismert módszer lesz, biztos sokan ismernek, úgy hívják, hogy végtelen leszállás,
illendő franciául hívni, jelesül Descent Infini. Azért franciául, mert aki ezt föltalálta, ezt a módszert, Pierre Fermat, az egy francia ember volt a 17. században. Ha valaki nyelvtant akar tanulni, francia nyelvtant, ez egy nőnemű főnév, és ezért van itt az elbetű a végén. Csak hogyha valaki reprodukálni akarja. No, egy szó mint száz, ez a módszer abból áll, hogy az ember úgy bizonyítja, hogy valami fajta feltételnek eleget tevő dolog nincs, hogy azt mondja, hogy ha lenne, akkor valahonnan kideríti, hogy lenne köztük egy legkisebb, nézi azt, és abból csinál egy még kisebbet, ami ellentmondás. Pontosan ezt próbáljuk itt csinálni, tehát tegyük föl, hogy ennek a mi egyenletünknek van A és B pozitív egészekből álló megoldása, és nézzük a lehetséges megoldások közül egy olyat, ahol a B minimális. Hát ilyen van a megoldások között, ugye, mert pozitív egészszámok minden halmazában van minimális. Ugye, veszek egy konkrétat, és akkor annál kisebb, már csak vége sok van, mindegyiket megnézem, hogy beletartozik vagy se. Tehát veszünk egy olyat, ahol a B minimális, és ebből ezt az ellentmondást próbáljuk megcsinálni. Na most először is gondoljuk meg, a megoldásban, ha A egyenlő B, nem, inkább így mondom. Nézzük azt a párt, hogy B K-szor B minusz A. Azt állítom, hogy ez a pár, ez is megoldás. Na, egy valamit azért talán érdemes lesz tisztázni. Ugye A, B mindegyik pozitív, de nem mondtam meg, hogy közülük melyik a nagyobb. Hát nyilván választhatjuk úgy a jelölést, hogy az A nagyobb egyenlő, mint B. De én szeretném kiszórni azt az esetet, hogy A egyenlő B. Tehát tegyük föl, hogy A egyenlő B ebbe a pozitív megoldásba itt. Azt állítom, tehát akkor a dolog úgy néz ki, hogy A négyzet minusz K szor A négyzet plusz A négyzet. Hogy ez egyenlő K. Vagyis más szóval, hogy 2 minusz K szor A négyzet egyenlő K. Ugye, hogyha A egyenlő B a megoldás. Na most másrészt ugye erről a K-ról tudjuk, hogy ez egy pozitív egész szám. Ez azt jelenti, hogy a K az nem lehet 2, vagy pláne nem lehet 3, vagy 4, mert akkor a bal oldal az 0, vagy negatív. Tehát A egyenlő B megoldás csak akkor lehet, hogyha K egyenlő 1. Akkor viszont A négyzet mínusz A négyzet, azt elfelejthetem, plusz A négyzet, tehát kijött, hogy a K négyzet szám, amit akartunk. Tehát mostantól kezdve ezzel az esettel se kell foglalkoznunk, hogy a A egyenlő B, és akkor valamelyik a kettő közül határozottan nagyobb, hát választhatjuk úgy a jelölést, hogy mondjuk az A nagyobb, mint a B. Jó, mostantól ezt is föltehetjük. És akkor vesszük ezt a új értéket, és azt állítom, hogy ez is megoldása az egyenletnek. Hát ehhez egyszerűen be kell helyettesíteni. B négyzet mínusz K-szor B-szer KB mínusz A plusz KB mínusz A a négyzeten. Azt akarom belátni, hogy ez is egyenlő K-val. Hát ugye, mikor ezt kifejtem, K négyzet, B négyzet, itt meg mínusz K négyzet, B négyzet, az kiesik. A négyzet meg B négyzet, azok ott, amik vannak, mínusz K-szor, plusz K-szor B-szer A, emiatt a két mínusz között, innen meg az jön, hogy mínusz kétszer K-szor B-szer A, az pont mínusz K-szor AB, tehát ez tényleg egyenlő K-val. Úgyhogy ez tényleg megoldása az egyenletnek. Na de most én honnan tudom, hogy a KB mínusz A, hát először is mi van, hogyha a KB mínusz A az nulla?
akkor egy olyan esetre jutottunk vissza, amit már beszéltünk. Hogyha ennek az egyenletnek van olyan megoldása, ahol valamelyik a két érték közül nulla, akkor a K négyzetszám. Na de mi van, ha a KB minusz A negatív? Ezt most egy kicsit ilyen élénkítőnek tényleg kérdezem. Ugye azt szeretnénk, hogy ez a KB minusz A pozitív legyen, és kisebb legyen, mint a B, és akkor megvan a kívánt ellentmondás. De hát még egyelőre azt se tudjuk, hogy pozitív. Lehet, hogy a KB minusz A negatív? Nem lehet, mert bebizonyítottam, hogy olyan megoldás nincs, ahol az egyik pozitív, a másik negatív. Márpedig kijött, hogy ez megoldás, tudjuk, hogy a B pozitív, akkor nem lehet, hogy a KB minusz A az negatív. Tehát azt már biztosan tudjuk, hogy a KB minusz A pozitív, és most még az van hátra, hogy viszont kisebb, mint B. És akkor előttem áll egy olyan megoldás, hogy a valami és egy kisebb, és az a kisebb, az kisebb, mint a B, ami állítólag a legkisebb megoldásba előforduló érték volt. Na hát ez az egy van hátra, tehát mit kéne belátni? Hogy KB minusz A az kisebb, mint B, vagyis némi átrendezés után, hogy a K az kisebb, mint A plusz B per B, amit így is írhatok, mert K-ról tudom, hogy micsoda, azt így írom, hogy A négyzet plusz B négyzet per AB plusz 1, azt kéne belátni, hogy ez kisebb, mint A plusz B per B. Ugye hát ez persze úgy is írhatom, hogy A per B plusz 1. És ezt pedig úgy írom át, A négyzet plusz B négyzet per AB plusz 1, az biztosan kisebb, mint A négyzet plusz AB per AB plusz 1. Ugye, mert az A nagyobb, mint a B. Az még tovább kisebb, mint A négyzet plusz AB per AB. Mit csináltam? A nevezőt csökkentettem, ettől a tört az nőtt. És hát ez meg, ha megnézitek, ez éppen A per B plusz 1. És ezt akartam belátni. No, ezzel kész vagyunk. Egyrészt azt ígértem, hogy elárulom, hogy ezt honnan lehetne ismerni. Hát ez pedig az 1988-as Ausztráliában rendezett diákolimpiának volt a hatos, vagyis legnehezebb feladata. És ez már tényleg nehéz feladat volt, mert akkor ugye 4 évvel a prágai olimpia után, akkor már sokkal több résztvevő volt, egész pontosan 268, és abban a 268 résztvevőből pontosan 11 csinálta meg ezt a példát. Közte egy bolgár diák körülbelül ezzel a megoldással, amiért külön díjat kapott, mert a probléma kiválasztó bizottság az csak egy ennél bonyolultabb bizonyítást talált. Sajnos ebből a 11-ből egy magyar se volt, aminek én különösen nem örültem, mert abban az évben voltam először a magyar diákolimpiai csapat vezetője, és kifogott rajtunk ez a példa, de hát mint látható, nagyon sok más diákon is kifogott. No, akkor egy másik módszerre is ráirányítottam, remélem, a figyelmet, a Descente Infinire. Ez egy híres alkalmazása. Egy kérdés még fölvetődik, aki kritikusan hallgatja az elhangzottakat, hogy hát honnan lehet arra rájönni, hogy KB minusz A, hogy miért pont azt nézem? Hát jó, hogy most kiszámoltuk, de hát hogy a fenébe jut ez az ember eszébe? Na most ez nem olyan ördöngőség. Látja valaki, hogy arra, hogy lehet rájönni, hogy KB minusz A-t kell venni? Ugye itt van ez az egyenlet. Most
Képzeljétek úgy, hogy ez csak az ára nézem, mint egyenletet. Akkor így néz ki, hogy x négyzet mínusz k szor b szer x plusz b négyzet mínusz k egyenlő nulla. Ugye így írtam. Egy másodfokú egyenlet. És tudjuk, hogy ennek a egy gyöke. Hát van annak egy másik gyöke is, a másodfokú egyenletnek. És tudjuk a gyökök és együtthatók közti összefüggésből, hogy a két gyök összege az k szor b. Hát hogyha az egyik gyök a, akkor a másik gyök kb minusz a. Tehát ez korán sem, tulajdonképpen nem is kellett volna ezt kiszámolni. Ha erre hivatkozom, akkor már is tudjuk, hogy a kb minusz a az is kielégíti ezt az egyenletet. Hál' Istennek az is egy egész szám, és ez már itt a kozmetikázás, hogy és ez tényleg kisebb, mint a b, de pozitív, tehát megcáfolja azt a föltevést, hogy a b a minimális példa. Jó, tehát ez nem olyan ördöngösség a kb minusz a. Ez egy nagyon jó trükk egyébként, hogy amikor valamit látunk, ami ugyan nem úgy néz ki, mint egy egyváltozós másodfokú egyenlet, hogyha hirtelen úgy nézünk rá, akkor mindenféle plusz információkhoz juthatunk. No, menjünk tovább. Ugye itten próbálok olyan módszereket bemutatni, amik ilyen nehéz számelméleti feladatok megoldásába hasznosak lehetnek. Egy ilyen általános módszer az a faktorizálás. Tehát nagyon gyakran olyan dolgokat, amik nem úgy néznek ki, mintha szorzatok lennének, azokat valójában szorzattá lehet alakítani. Megint mondok egy feladatot. Legyen P egy 5-nél nagyobb prímszám. És nézzük ezt az egyenletet, hogy x a negyediken plusz 4 az x-ediken egyenlő p. Azt állítom, hogy ennek nincs egész megoldása. Tehát nincs olyan x, bármi 5-nél nagyobb prímszámot veszek, nem tudok olyan x egész számot találni, hogy x a negyediken plusz 4 az x-ediken az egyenlő lenne ezzel a prímszámmal. Szokás szerint megkérdezem, hogy van-e valaki, aki már találkozott ezzel a feladattal. Egy, kettő. Hasonló statisztika, mint eddig. Majd ezt is megmondom, hogy hol lehetett volna vele találkozni. Tehát most direkt úgy mondtam a feladatot szó szerint, ahogyan az egy versenyen előfordult, de hát ha belegondoltok, így is mondhattam volna, hogy azt kell belátni, hogy n a negyediken plusz 4 az n-ediken, az nem prím, ha az n nagyobb, mint 1. Mert ugye, ha n egyenlő 1, akkor prím. 1 a negyediken plusz 4 az elsőn, az 5, az prím. Ezért is van itt is kikötve, hogy p nagyobb, mint 5. Jó, tehát n nagyobb 1 esetén ez nem prím. Így nézve se, hát az ember nem látja, hogy hát már miért nem prím. Hát persze az n az nyilván nem lehet páros, azt mindenki látja, mert hiszen ez akkor páros szám lenne, és kettőnél nagyobb. De hát páratlan miért ne lehetne az n? No, nagyon hasznos tudni az alábbi dolgot, hogy a negyediken plusz 4b a negyediken ugyan nem látszik rajta, de az szorzat. Ugye, emlékeztetőül, A az n-ediken mínusz B az n-ediken, azt mindenki tudja, hogy szorzattá alakítható. Sőt, azt is remélem mindenki tudja, hogy A az n-ediken plusz B az n-ediken, az nem mindig, de ha n páratlan, akkor az is szorzattá alakítható. N páros, akkor nem. Na most A a negyediken plusz B a negyediken, azt nem látjuk, hogy hogy lenne szorzattá alakítható, pláne, hogy egész együtthatókkal. De az A a negyediken plusz 4B a negyediken, az bizony szorzattá alakítható egész együtthatókkal. Itt a trükk, hogy ez A a negyediken plusz 4A négyzet B négyzet plusz 4B a negyediken mínusz 4A négyzet B négyzet. Hozzáadtam, le is vontam. Az viszont tovább egyenlő A négyzet plusz 2B négyzet. A négyzeten,
Ugye ez kiadja az A negyedikent, kiadja a 4B a negyedikent, és kiadja a 4-szer A négyzet B négyzetet, mínusz 2-szer AB a négyzetet. És azt már látjuk, hogy szorzat, ugye ez A négyzet plusz 2B négyzet plusz 2AB, szorozva A négyzet plusz 2B négyzet mínusz 2AB. És még azt is érdemes észrevenni, ugye hát úgy képzelem el, hogy ezt most AB pozitív egész számokkal csináltam, akkor látszik, hogy ez szinte soha nem lehet prim szám, ami így néz ki, hiszen ez nyilván egy egynél nagyobb szám, AB mindegyik pozitív. Mi a helyzet ezzel? Hát esetleg ezt is érdemes azért még úgy tovább alakítani, hogy lássuk, hogy ez valójában A plusz B a négyzeten plusz AB, plusz B négyzet, ez meg A plusz B a négyzete, A mínusz B a négyzeten, plusz B négyzet. Úgyhogy erről újra látszik, hogy ez legalább kettő, és erről meg látszik, hogy ez is legalább kettő, kivéve, ha a B egy, annak ugye legalább egynek kell lenni, és A egyenlő B, tehát az A is egy. Akkor ez nulla. Tehát az egyetlen eset, hogy az A a negyediken plusz 4B a negyediken nem prím szám, az az, hogy A egyenlő B egyenlő 1, és akkor tényleg prím szám, mert 5. Na de hogy jön ez az egész ide? Hát úgy jön ide, hogy ahogy már megbeszéltük, N egyenlő 2K plusz 1, páratlan, ugye ez ha prím lenne, és akkor ez az egész dolog, ez úgy néz ki, hogy N a negyediken plusz 4-szer... marad annyi, ugye kiemeltem egy darab négyes, marad négy a két k-adikon, tehát kettő a k-adikon a negyediken. Tehát pont egy ilyen alakú dolgon van, hogy valami a negyediken, plusz négyszer valami a negyediken, ami, mint megbeszéltük, csak akkor lehet prímszám, hogyha ez is egy, meg ez is egy. Ami azt jelenti, hogy k egyenlő nulla, és n egyenlő egy, és ezek tényleg stimmel. Jó, és ezzel befejeztük a bizonyítást, hogy ezzel hol lehetett találkozni, ez az 1977. évi Kürsák versenynek volt az első példája. Úgyhogy lehetett ezzel is találkozni. Ha már itt tartunk, akkor hadd hívjam fel a figyelmet, hogy pontosan mához két hétre Kürsák verseny van, mindenkinek nagyon melegen ajánlom, hogy vegyen rajta részt. A szokásos helyen van Pesten, a Műegyetem informatikai épületében, illetőleg, ha valaki ezt videón nézi, és nem Pesten, 19 vidéki városban is van Kürsákverseny, tehát aki akar, az talál egy közeli helyszínt. Még egyszer mondom, mindenkinek nagyon melegen ajánlom, még akkor is, hogyha nem csinálja meg mind a három példát, ez egy hasznos tapasztalat, érdekes dolog. Jó, úgyhogy október 5-én mindenki. Ha már ilyen jó tanácsokat osztogatok, hogy még mit csináljatok. Azon fölül, hogy két hét múlva részt vesztek pénteken 2 órakor a Kürsák versenyen, mindenkinek nagyon hasznos, aki itten maximálisan profitálni akar az ilyenféle szakkörökből, ahol nehéz feladatokat nézünk, hogyha próbálja az A jelű feladatokat a kömalba megoldani. És nem csak, hogy próbálja megoldani, hanem hogyha megoldotta, akkor leírja és beküldi a megoldásokat. Aki meg külön akarja még gyakorolni, és ezt egy korábbi olimpiai beszámolóban ki is hangsúlyoztam, hogy sajnos a magyar diákok, például az amerikai diákokkal összehasonlítva nagyon, nagyon rosszul teljesítenek a feladatok leírásába. Aminek persze az egyik oka az, hogy Amerikában a házi feladatok azok mindig írásbeliek. Míg mi nálunk nagyon gyakran szóbeli feleltetés van, tehát sokkal kisebb az embereknek a rutinja, hogy hogyan kell írásba megfogalmazni valami megoldást. De ugyancsak melegen ajánlom, hogy a kömal B jelű feladatait, amit megoldani könnyebb, azon gyakoroljátok a feladatok leírását. Higgyétek el, hogy ez csupa hasznos jó tanács. No,
Visszatérve ide, tehát látjuk, hogy a megoldás azon múlott, úgy láttuk be, hogy ez a dolog nem prím, hogy ugyan nem látszott eleinte róla, de kiderült róla, hogy ez bizony egy szorzat, és egy szorzatnak már kicsi az esélye, hogy úgy mondjam, hogy prím legyen, hiszen muszáj, hogy ha prím akar lenni, akkor az egyik tényezőjének muszáj egyen egyenlőnek lenni. Mondok valami mást. Megint csak arról van szó, hogy valami prím vagy nem prím. Talán ezt megfogalmazom, és utána tarthatunk egy negyedórás szünetet. Ugye, ha ezt írom föl, hogy 2 a 2 az n-edik n plusz 1, akkor mindenki tudja, hogy miről van szó. Ugye ezek, ha sorba vesszük azt, hogy n egyenlő 0, 1, 2, stb., a már említett kiváló 17. századi matematikus Fermat, ő azt gondolta, hogy ezek minden n-re, minden nem negatív egész n-re prímek lesznek. És ha tényleg prímek, akkor úgy hívjuk őket, hogy Fermat prímek. Na most, mint tudjuk, ez az első néhány értékre, jelesül 0, 1, 2, 3, 4-re igaz is, azok mind prímek. Ezeket hívjuk Fermat prímnek. De n egyenlő 5-re szembe azzal, amire a Fermat számított, nem prím, amit kapunk. Ugye híres dolog, hogy tudjuk, hogy 641 az osztója, 2 a 2 az 5. n plusz 1-nek, aki nem hiszi, járjon utána. Ennek utána lehet járni, hát persze mindenki, ha nyilván előveszi a számológépét, de ezt elegánsan is be lehet bizonyítani, körülbelül számolás nélkül. És az a szomorú igazság, hogy a mai napig nem találtak további n-et, amire ez prím lenne. Nem olyan könnyű ezeket ellenőrizni, hogy prím vagy nem prím. Iszonyatosan gyorsan nőnek. Nem férnek bele a nagy számítógépekbe se. De nincs, semmilyen más értéket nem ismerünk ezen az ötön kívül, amire ez prím lenne. Úgyhogy ez egy nagyon híres, megoldatlan problémája a matematikának, hogy van-e egyáltalán, vagy hát pláne, van-e végtelen sok Fermat prím, nem tudom, hogy mire fölbízik valaki abba, hogyha egyetlen egyet se találtunk, de hát mindegy. Most csavarjuk egy kicsikét ezen. Nézzük azt, hogy 2 a 2 az n-ediken, plusz 2 ad 2 ad n minusz 1. Plusz 1. Ugye most már akkor n nagyobb egyenlő 1-re nézzük. Kérdezem, hogy ez tud-e prím lenni? Ez ugye hasonlít a Fermat prímekre. Hát például n egyenlő 1-re mit kapunk? 2 a négyzeten, az 4, meg 2 a 2 a nulladikon, vagyis 2 az egyedik, az 2 meg 1. Tehát n egyenlő 1-re ez 7. Az tényleg prím. Na most itten könnyebben el fogunk igazodni, mint a Fermat prímek esetén, mert azt állítom, hogy semmilyen n nagyobb, mint egyre már nem prím. Egész pontosan, és ez mondjuk szünetbe megoldható feladat, meg fogjuk beszélni a bizonyítását a 15 perces szünet után, feladat, hogy ennek a számnak a 2 ad 2 ad n plusz 2 ad 2 ad n minusz 1 plusz 1, ennek legalább n különböző prím tényezője van. Tehát legalább n, hangsúlyozom, hogy különböző prím tényező. Tehát legalább n különböző prím számosztója lehet, hogy nagyobb, mint első hatványon, de hogy legalább n különböző prím osztója van, tehát biztos, hogy nem prím, n nagyobb egyenlő 2-re. Vegyétek észre mellesleg, hogy ez egy ilyen ravasz melléktermékként kiadja, hogy végtelen sok prím szám van. Hiszen elég nagy n-re ennek akárhány prím osztója van. Na, aki akar, ezen gondolkodik, aki nem akar, az elmegy a büfébe. Most tartunk 15 perc szünetet, 15 perc múlva folytatjuk. No, tehát itt tartunk, hogy azt akarjuk belátni, hogy ennek a számnak, ennek legalább n különböző prím osztója van. Hát ilyenkor mindig célszerű, hogy az ember néhány legelső n értéket szemre vételez, hogy ott mi adódik.
Aha. N egyenlő 1-re, ezt már meg is csináltuk. Ugye láttuk, hogy N egyenlő 1-re 2 a négyzetem, plusz 2 plusz 1, az 7, az prim. N egyenlő 2-re, 2 a negyediken, plusz 2 a négyzeten, plusz 1, ugye ez 21, vagyis 3x7. N egyenlő 3, 2 a nyolcadikon, plusz 2 a negyediken, plusz 1, az micsoda? 2 a nyolcadikon az 256, 2 a negyediken az 16, meg 1, az 273, az pedig 3x7 x 13. Na kezd már valami itten kialakulni valami kép. Azt látjuk, hogy ahogy ezeket egymás után csináljuk, mindig az előző az megtalálható faktorként a következőbe. Ha mondjuk vesszük a fáradtságot, hogy még egyet kiszámoljunk, nem kellene, és ugye, mint tudjuk, mai napság versenyeken nem szabad számológépet használni, úgyhogy ez már kézzel számolva egy kis időveszteség, de üssek-ő kiszámoljuk, az adódik, én kiszámoltam. Ugye ez azért nem annyira ismeretlen, mert ez a 2 a 16-on plusz 1, ez a legnagyobb a ismert Fermat prímek közül, de ez minden esetre 65.793, és azt nem olyan nehéz a prim faktorizációját megtalálni, ha már eleve bízunk abba, hogy ez majd osztója lesz neki, akkor azzal lehozhatunk. És tényleg, ez 3x7 x 13 szor 241. És egyenlőre tényleg igaz az, ami a feladat állítása, hogy ennek legalább két prim faktora van, ennek legalább három, ennek legalább négy. Hát pontosan ezeknek pont annyi van. Na, akkor már látjuk, hogy hát itt is valami faktorizációról lesz szó, ha mindegyik a következőnek osztója. És valóban, ami az egész mögött megbújik, az az, hogy ez a polinom, erről megint nem látszik, hogy faktorizálható, de faktorizálható, egész együtthatós faktorokkal. Ugye az x négyzet plusz x plusz 1 az nem faktorizálható. De az x a negyediken plusz x négyzet plusz 1, ami nagyon hasonlít, az faktorizálható, úgyhogy hozzáadok és levonok x négyzetet. Akkor azt kapom, hogy x négyzet plusz 1 a négyzeten, mínusz x négyzet. És az ugye nem egyéb, mint x négyzet mínusz x plusz 1, szorozva x négyzet plusz x plusz 1. És most ez, ami itt van, ez ennek egy speciális esete, hiszen ez a dolog, ez a négyzete ennek a dolognak, és ez a dolog pedig, hát kivéve a legelső esetet, mindig valaminek a négyzete. Tehát tegyük föl, mondjuk indukcióval bizonyítom. Bőven megvan az indukciónak a néhány kezdő lépése. Tehát már tudom, hogy ennek legalább n különböző prim faktora van. Akkor a következő a 2 ad 2 ad n plusz 1 plusz 2 ad 2 ad n plusz 1, ami ennek a speciális esete azzal a szereposztással, hogy x egyenlő 2 ad 2 ad n mínusz 1, ez tehát egyenlő 2 ad 2 ad n mínusz 2 ad 2 ad n mínusz 1 plusz 1, szorozva 2 ad 2 ad n plusz 2 ad 2 ad n mínusz 1 plusz 1. És erről már tudom, hogy legalább n különböző prim faktora van neki. Hát és ennek is van legalább egy prim faktora, mert az minden egynél nagyobb számnak van, már pedig ez egynél nagyobb, ugye, hát sokkal nagyobb egynél.
Csak azt kéne belátni, hogy ez relatív prim ehhez, mert akkor annak az egy darab új primfaktora az egy új primfaktor ezen az n darabon fölül. Hát ezek pedig tényleg relatív primek egymáshoz, mert ugye ránézésre is jól látszik, hogy mindegyik páratlan szám, viszont ha megnézzük a különbségüket, ugye az kétszer 2 ad 2 ad n minus 1, tehát a különbségük az 2 ad 2 ad n minus 1 plusz 1. Egy kettő hatvány minden esetre. Tehát közös osztójuk se egynél nagyobb páratlan szám nem lehet, mert az nem osztója ennek a kettő hatványnak, se páros szám nem lehet, mert az meg nem osztója a páratlan számoknak. Tehát kész van a bizonyítás, hogy ennek van egy új primfaktora. Mellesleg ezt igazán nem lenne szükséges, hogyha ez mondjuk egy versenyfeladat, noha erről nem tudok, hogy valami versenyen ki lehet volna tűzve, de ugye ha már volt annyi türelmünk, hogy ezt itt még kiszámoltuk, akkor a következőt már nem lenne merszem azt mondani, hogy most esetek neki szabad kézzel annak, hogy 2 a 32-en plusz 2 a 16-on plusz 1, de azt nem is kell csinálni, mert ebből a faktorizálásból látjuk, hogyha az n egyenlő 5-re meg akarjuk nézni, hogy mi a primtényezős felbontás, akkor csak az a dolgunk, hogy a 2 a 16-on mínusz 2 a 8-on plusz 1, azt megnézzük, és azt hozzácsapjuk ehhez, a 2 a 16-on plusz 2 a 8-on plusz 1-hez, márpedig ez 65.281, és ezt megint csak én kiszámoltam, de senkinek nem szükséges kiszámolni, mert nem része a feladatnak. De minden esetre ez nem prim, hanem az a prim felbontása, hogy 97 x 673. Ami azt jelenti, hogy a n egyenlő 5-re ez hoz 4 darab prim faktort, és ez hoz további 2-t, tehát ott már 6 prim faktor van. Úgyhogy egy kicsit élesítettük az állítást, n nagyobb egyenlő 5 esetén kiderült, hogy legalább n plusz 1 különböző primfaktor van, ami nem egy olyan nagy javítás, de hát minden esetre egy még erősebb állítás. Nyilván, ha elég sokáig próbálkozunk, akkor még javítunk, de az érdekes az, hogy tart végtelenhez. No, egy újabb példát láttunk a faktorizálásra. Mutatok még egy újabb példát a descent infinire, illetve ez nem lesz, hogy mondjam, nem lesz egy egészen kanonikus descent infini, de az alapötlet ugyanaz. Csak hogy lássuk, hogy ezt nem kell olyan okvetlenül, olyan ortodox módon csinálni, hogy muszáj, hogy legyen egy legkisebb példa vagy ellenpélda. Azért is nézem ezt ugye a Diophantoszi egyenleteket ígértem. Hát ez is egy Diophantoszi egyenlet. Ezt nézzük, hogy x négyzet plusz y négyzet plusz z négyzet egyenlő 2xyz. Ennek keressük az összes egész számokból álló megoldását. Tehát xy z mindegyik egész szám. Hát gondolom egy megoldást mindenki lát, hogy mind a három nulla, az megoldás. Ugye nagyon triviális, de megoldás. Na most az az állítás, hogy nincs más megoldás. Tehát ha ez fönnáll, akkor x egyenlő y egyenlő z egyenlő nulla. Csak ez az egy megoldás van. Na most ezt hogy lehet csinálni? Ugye... ez már eddig is nagyon érdemes volt nézni, hogy valami páros vagy páratlan. Itt a jobb oldal páros, tehát a bal oldal is páros, tehát azt jelenti, hogy a bal oldalon a páros tagok száma az vagy egy, vagy három. Ugye az nem lehet, hogy kettő, mert akkor egy páratlan lenne, és az összeg páratlan lenne, és az se lehet, hogy mind a három páratlan, mert akkor is páratlan lenne az összeg. Na de azt állítom, hogy az se lehet, hogy csak egy páros van. Mert mondjuk az x az páros, akkor az x négyzet az osztható négyel, yz páratlan,
akkor a Y négyzet és az E négyzet mindegyik egyet ad maradékul, négyel osztva. Tehát az egész összeg az 4K plusz 2 alakú, tehát kettőnek pont csak az első hatványával osztható, viszont a jobb oldalban ugye az X is páros, tehát az kettőnek legalább a második hatványával. Tehát csak az lehet, hogy mind a három páros. Hát akkor írjuk be, hogy X egyenlő 2X1, Y egyenlő 2Y2, Z egyenlő, bocsánat, 2Y1, ne szaladjunk előre. És Z egyenlő 2Z1, ezt tudjuk, mindezt beírjuk, behelyettesítjük, és leosztjuk mind a két oldalt négyel, akkor azt látjuk, hogy X1 négyzet plusz Y1 négyzet plusz Z1 négyzet, na az már 4X1Y1Z1. Ugye, mert itt háromszor jön be egy kettes szorzó. Hát akkor most végigcsináljuk ugyanazt, amit az előbb csináltunk. Vagy egy, vagy három páros az X1, Y1, Z1 közül, de az nem lehet, hogy csak egy, mert akkor ez a bal oldal, ez 4K plusz 2 alakú, a jobb oldal pedig most már 8-al is osztható. Tehát mind a három páros, tehát X1 egyenlő 2X2, Y1 egyenlő 2Y2, Z1 egyenlő 2Z2, és az egészet megint végigjátsszuk, csak most már itt 8 lesz, ami csak még javítja a dolgot. Tehát sorba kiderül, hogy az XYZ mindegyike kettőnek akármilyen magas hatványával osztható. Hát ez a tulajdonsága egyedül a nullának van meg. Jó, tehát kiderült, hogy ez az egyébként ártalmatlannak kinéző egyenlet, ennek kizárólag a triviális, azonnal látszó megoldása van. Most, ha végig gondoljátok, tulajdonképpen itt nekünk több is kijött, valójában az jött ki, csak hogy lássuk, hogy miféle egyenletekkel tudunk elbánni ugyanezzel a módszerrel, kijött az is, hogy az, hogy AX négyzet plusz BY négyzet plusz CZ négyzet egyenlő akármi páros számszor, mondjuk 2K-szor XYZ, hogy ennek is csak a triviális megoldása van, tehát az X egyenlő Y egyenlő Z egyenlő nulla. A K az lehet bármilyen, bármilyen egész szám, még nulla is lehet. Az A-ról B-ről azt kell kikötni, nem csak, hogy mind a három páratlan, ugye itt mind a három egy, hanem, hogy kongruensek egymással moduló négy. Tehát, hogy az A, a B és a C, az mindegyik vagy plusz egyel, vagy mínusz egyel kongruens moduló négy. Mindegyik lehet, de az a lényeg, hogy mind a három egymással kongruens. Ugye ezt remélem mindenki ismeri, hogy mi az, hogy kongruens. Tehát ezt a jelölést. Ugye szó szerint ugyanaz a bizonyítás. Ugyanúgy kiderül, hogy muszáj mind a háromnak páros lenni, és lehoztunk, és a helyzet egyre csak fokozódik. No, akkor viszont az ember azt kérdezi, hogy hát mi, ezek szerint ez ennyire sansztalan dolog, egy ilyen fajtájú diofantoszi egyenlet, hogy annak mindig csak a triviális megoldása van. Nincs olyan, aminek van nem triviális, hogy pláne van végtelen sok megoldása? Azt állítom, hogy annak a ehhez nagyon-nagyon hasonló diofantoszi egyenletnek, hogy X négyzet plusz Y négyzet plusz Z négyzet egyenlő 3XYZ, ennek végtelen sok megoldása, egész számokból álló megoldása van. Ugye, tehát radikálisan más a helyzet, mint a kettő esetén. Hát ezt hogyan tudnánk megpróbálni? Hát a kezdő lépés az az, hogy egyáltalán legyen neki valami nem triviális megoldása. Persze a csupa nulla ennek is megoldása, de hát az nem túl izgalmas. De hál' Istennek ennek látszik egy nem triviális megoldása. Ugye látszik? X egyenlő, Y egyenlő, Z egyenlő 1. Az egy megoldás. Tehát van honnan elkezdeni. Nem csak ez az unalmas csupa nulla. Most ez is egy kicsit unalmasnak néz ki, de remélem
figyeltetek, mikor körülbelül egy 3/4 órával ezelőtt arról volt szó, hogy egy ilyen dolgot gyakran érdemes úgy tekinteni, mint egy egyváltozós másodfokú egyenletet, mondjuk x-re. Tehát képzeljük azt, hogy y és z az rögzített, és ezt az x-re nézve nézzük egy egyenletnek, tehát x négyzet mínusz 3yz szer x plusz y négyzet plusz z négyzet egyenlő nulla. És ha ennek az egyenletnek x az egyik gyöke, akkor van neki egy másik gyöke, mondjuk x1, és annak a két gyöknek az összege, tudjuk, 3yz. Tehát azt jelenti, hogy ha nekem van egy xyz megoldásom, az csinál nekem egy új megoldást, x1yz-t, ahol x1 egyenlő 3yz mínusz x. Ez a kulcsképlet. Persze az is egy egész száma, 3yz mínusz x. És most lássuk, hogy ez mit ad nekem. Tehát leírom kiindulás, itt van x, y, z. 1, 1, 1. Ez a megoldás, amiből kiindulok. Y, z-t fixel hagyom, 1, mindegyik. És akkor csinálom ezt a helyettesítést, 3-szor 1-szer 1 mínusz 1, kapom azt, hogy x1 egyenlő 2. Tehát itt van egy új megoldás, 2, 1, 1. Na most persze ebben nem érdemes megint az y-t és az z-t fixel hagyni 1-1, mert akkor a kettőből visszakapom az 1-et, mint a másik megoldás. De hát most vehetem azt, hogy a 2-t és az 1-et hagyom fixel, és ha kiszámolom, akkor azt kapom, hogy 5, 2, 1. Ugye ez mindenkire rábízom a számolást. Most az 5-1-et hagyom fixen, és azt kapom, hogy 13-5-1. Most a 13-1-et hagyom fixen, azt kapom, hogy 34-13-1. Satöbbi. Ez rögtön látszik, nyilván könnyű exaktul is bizonyítani, hogy ez már végtelen sok megoldása ennek az egyenletnek. De ha visszagondolunk, tulajdonképpen nekem nem volt kötelező itten a mikor az első lépés után vettem 5-1-et fixe hagyni. Hagyhattam volna fixen az 5-2-t. És akkor azt kaptam volna, hogy 29. És most mondjuk a 29-2-t hagyom fixen, azt kapom, hogy 169. Stb. Ez további végtelen sok megoldás. És nyilván minden lépésnél kétfelé ágazott el, hogy melyik a két szóba jövő pár közül melyiket választom fixnek, és akkor mindenfele végtelen, sokféle irányba kapok végtelen sok megoldást. Tehát ennek az egyenletnek, látjuk, teljesen más a természete, mint az, amikor itt kettő van, ennek végtelen sok megoldása van. Hadd kérdezzek valamit. Mi újság van a legegyszerűbb ilyen egyenlettel, hogy ez egyenlő egyszer xyz? Ez most egy igazi kérdés, szóljon, aki látja. Hogy annak csak a triviális megoldása van, vagy van nem triviális is, vagy pláne végtelen sok. Hogy mondod? Ja, hogy azt mondod, hogy látsz egy megoldást, hogy mindegyik három, 9 meg 9 meg 9, az 3-szor 3-szor 3. Tényleg van neki egy nem triviális megoldása, hogy mindegyik 3. Tudunk-e többet mondani? Hogy? De ez nem gyanús, hogy az 1-1-1 volt annak, és emennek meg 3-3-3. Nem sugalmaz ez valamit? Ennek végtelen sok megoldása van. Vegyük akármelyik megoldását ennek. És nézzük a 3x, 3y, 3z-t. Vagyis szorozzuk meg ezt 9-szer ezt az egyenletet.
akkor mit látunk, hogy 3x a négyzeten, meg 3y a négyzeten, meg 3z a négyzeten, egyenlő 3-szor 9-szer xyz, vagyis 3x-szer 3y-szor 3z. Tehát a 3x, 3y, 3z az megoldása ennek, hogyha az xyz az megoldása volt ennek. Ennek végtelen sok megoldása, tehát ennek is. És amit te mondtál, a 3-3-3, az speciálisan ez a trükk alkalmazva az 1-1-1-re. Na, úgyhogy ez egy érdekes kérdéskör, de nem folytatom tovább. Aki akarja, gondolkozzon, hogy vannak-e más értékek az 1-en és a 3-on kívül, amikor végtelen sok megoldás van. De nem kell erőltetni. Na, ha már itt tartunk, még egy faktorizációs trükköt szeretnék ismertetni. Megint a faktorizáció az csak azért jön szóba, mert én szóba hozom. Ránézésre nem látszik. Ugye itt van ez a jó kis dolog, hogy x négyzet. Ugye képzelhetjük azt, hogy ezt átviszem a másik oldalra, és akkor egyenlő nulla. Tehát van egy háromváltozós polinomom, ami harmadfokú, de nem úgynevezett homogén harmadfokú, mert ez a tagja ugyan harmadfokú, de ezek meg másodfokúak. Ugye homogén n-fokú polinom az azt jelenti, hogy minden tagja külön-külön n-fokú. Hát csináljunk ennek örömére egy homogén harmadfokú polinomot. A legkézenfekvőbb az, hogy x köb plusz y köb plusz z köb mínusz 3xyz. Ezt csináltuk harmadfokúnak belőle, és a következő bolondos kérdést teszem föl, hogy egy prím számot akarok előállítani ilyen alakba. Igaz-e, hogy minden prím szám előáll ilyen alakba? Bizonyos alakokban tudjuk, hogy vannak ilyen előállítós tételek prím számokra. Talán sokan ismerik azt, hogy minden 4k plusz 1 alakú prím szám az előáll x négyzet plusz y négyzet alakba. Méghozzá egyértelműen, lényegében egyértelműen. Ugye 5 az 4 meg 1, 13 az 9 meg 4, 17 az 16 meg 1, stb. 4k mínusz 1 alakú prímszámok nyilvánvalóan nem állnak elő ilyen alakba, mert moduló 4 nem stimmel a dolog. De 4k plusz 1 alakúak igen. De most vajon minden prímszám előáll-e ilyen alakba? Hát ez egy eléggé valószínűtlen dolognak tűnik, hogy hát miért pont ilyen hülye képlettel. Pláne, még csavarok rajta egyet, igaz-e, hogy minden prímszám előáll egyértelműen ilyen alakba, ahol ugye azt mondom, hogy x, y, z azok legyenek pozitív egész számok, és mondjuk azt mondom, hogy minden p nagyobb, mint 3. Hát ennek már végképp semmi sansza nincs, hogy igaz legyen. De azért igaz. Tehát az az állítás, hogy minden 3-nál nagyobb prímszám előáll, méghozzá lényegében egyértelműen, hát persze nyilván az xyz-t permutálni lehet benne, de hogy maga az xyz pozitív egészekből álló szám 3-as, az létezik, és egyértelműen meghatározott. Minden P nagyobb 3 prímszámra. Hát ez egész fantasztikusan néz ki. Na most mindig, amikor ilyen prímszámos dolog van, akkor teljesen természetes gondolat megnézni, hogy ez faktorizálódik-e valahogy ez a polinom. Szokás szerint nem látszik rajta, hogy faktorizálódik, de faktorizálódik. Írom tovább. Ez a polinom, ez egyenlő x plusz y plusz z szorozva x négyzet plusz y négyzet plusz z négyzet mínusz xy mínusz yz mínusz zx. Aki nem hiszi, szorozza ki. Vannak okok, hogy hogy lehet rájönni, hogy ez a faktorizálás lett. Egyébként ugye ez a homogén harmadfokú, mint látjuk, egy homogén elsőfokú és egy homogén másodfokú szorzataként állt elő, ami egyáltalán nem véletlen.
Na, minden esetre ez, mondom, ez, ha már az ember rájött, akkor könnyű ellenőrizni. Na most, azt akar, ugye XYZ azok feltevésünk szerint pozitív egész számok. Másrészt itt van ez a szorzat. Hát ez a tényező szemlátomást legalább három. Tehát ez nem lehet, ugye egy prím szám csak úgy áll elő szorzatként, vigyázat, két pozitív egész szám szorzataként csak úgy áll elő, hogy az egyik tényező egy, a másik ő maga. Ez pozitív, ez pedig muszáj, hogy pozitív legyen, ha egyszer a P is pozitív, meg ez is. Tehát ez két pozitív tényező, tehát csak az lehet, hogy ez a P, és ez az egy. Mellesleg erről anélkül is látszik, hogy pozitív, hogy bármilyen trükkre hivatkoznánk, mert ezt, ha megnézitek, ez pont a fele annak, hogy x minusz y a négyzeten, plusz y minusz z a négyzeten, plusz z minusz x a négyzeten. Ugye ezt kiszámoljátok, akkor pont ennek a kétszerese adódik. Tehát, hogyha ez állítólag egy, akkor ez állítólag kettő, de minden esetre látszik rajta, hogy nagyobb egyenlő, mint nulla, és csak akkor nulla, ha x egyenlő y egyenlő z. Na most, hogy lehet ez kettő? Hát ugye nyilván az általánosság megszorítása nélkül feltehetjük, hogy x nagyobb egyenlő y nagyobb egyenlő z. Ugye ez akármilyen permutáció az xyz-nek is megoldás. Na most azt állítom, hogy az nem lehet, hogy mind a két egyenlőség, egyenlőtlenség a szigorú egyenlőtlenség legyen. Tehát az nem lehet, hogy x nagyobb, mint y, és az nagyobb, mint z. Mert ha ez lenne, ugye akkor ez itt legalább egy, ez is legalább egy, de ez meg legalább négy. Mert az z minusz x az abszolút értékben legalább kettő. És az akkor nem adhat kettőt. Tehát, hogy ez kettő legyen, ez a négyzet összeg, ez csak úgy lehet, hogy vagy x egyenlő y, és az egyen nagyobb, mint a z, tehát egyenlő z plusz 1, vagy a másik lehetőség, hogy x mínusz 1 egyenlő y egyenlő z. Tehát vagy az x és y ugyanannyi, és az z egyel kisebb, vagy az y és az z ugyanannyi, és az x egyel nagyobb. Ez a két eset tényleg jó, mert akkor itten a három összeadó, három tag közül kettő egy, egy pedig nulla, és az tényleg kettő. De ezek szerint, ezen feltételek mellett még az is kell, hogy x plusz y plusz z egyenlő legyen p-vel. És mivel a p nagyobb, mint a három, azért a p kétféle tud lenni, vagy 3k plusz 1 alakú, vagy 3k plusz 2 alakú. Na most, ha 3k plusz 1 alakú, akkor ez a feltétel előfordulhat, úgyhogy x egyenlő k plusz 1, y egyenlő z egyenlő k, és csak ez a lehetséges megoldás. Ha pedig a p 3k plusz 2 alakú, akkor meg csak az lehet a megoldás, hogy x egyenlő y egyenlő k plusz 1, és z egyenlő k. Ahogy ígértem, mindig van megoldás, és csak egy megoldás van. És mindez faktorizáció múlott. No, most már eleget láttunk ilyen példákat, most lássunk valami más használható módszert, és ezt pedig a házi feladat kapcsán fogjuk megfigyelni. Futólag átnéztem a beadott feladatokat, majd még alaposabban is megnézem, és örömmel láttam, hogy jó néhányan megcsinálták. Ugye úgy szólt a házi feladat, hogy keressük meg az összes olyan xy egész számokból álló számpárt, amire x négyzet plusz 12 egyenlő y köb. És a válasz az, hogy nincsenek ilyen egész számok. Tehát ennek ez is egy diofantoszi egyenlet, hogy ennek nincs egyáltalán megoldása. Tehát nem csak, hogy triviális megoldása van, vagy ilyesmi, hanem nincs megoldása. Kezdett, lássuk, hogy kell ezt csinálni. Ugye először is az ember azt mondja, hogy megkülönbözteti azt a két esetet, hogy az x páros vagy páratlan. Tegyük fel, hogy az x páros.
akkor ugye a baloldal páros, tehát a jobb oldal is, tehát akkor az y-nak is párosnak kell lenni. Tehát ha x egyenlő 2x1, akkor az y-nak is egyenlőnek kell lenni valami 2y1-jel. Ezt visszaírom, és mindjárt leosztok 4-jel, akkor azt látom, hogy x1 négyzet plusz 3 egyenlő 2-szer y1 a köbön. Ugye itt megmarad egy kettes, mert 3-szor van ott 2y1. Tehát mit látok? Hát először is ugye a jobb oldal páros, tehát a bal oldalnak is párosnak kell lenni, úgyhogy látom, hogy az x1 az egy páratlan szám. Páratlan szám négyzete az 8-al osztva egyet ad maradékul, ezt mindenki tudja. Tehát az x1 négyzet plusz 3 az 8-al osztva 4-et ad maradékul. Na de az nem lehet, ugye az azt jelenteni, hogy a bal oldal az 2-nek pontosan a második hatványával osztható. Se több, se kevesebb. Ugye ez a 8k plusz 4 alakú számok jellemzése. Most itt az y1 páratlan, akkor ez 2-nek csak az első hatványával osztható, ha meg páros, akkor 2-nek legalább a negyedik hatványával. Jó? Tehát ez már is lehetetlenségre vezetett. Marad az, hogy az x páratlan, és akkor persze az y-nak is páratlannak kell lenni. Na most jön az ötlet, vonjunk le mind a két oldalból 8-at. Miért pont 8-at? Hát, hogy a jobb oldalt szorzattá tudjuk alakítani. Akkor azt kapjuk, hogy x négyzet plusz 4 egyenlő y köb mínusz 8, ami y mínusz 2-ször y négyzet plusz 2y plusz 4. És ezt még érdemes lesz úgy írni, hogy y plusz 1 a négyzeten, plusz 3. Na most ez, hogy y plusz 1 a négyzeten plusz 3, ugye y páratlan, tehát ez egy páros szám négyzete plusz 3, tehát mindenképp egy 4k plusz 3 alakú szám, vagy ha úgy tetszik, 4k mínusz 1 alakú. Annak egész biztosan kell lenni egy 4k mínusz 1 alakú prímosztójának. Mert hát ha minden prímosztója 4k plusz 1 alakú lenne, akkor a szorzat is. Jó? Tehát a jobb oldalnak biztosan van egy olyan prímosztója, ami kongruens mínusz 1-el moduló 4. De, és most jön egy olyan előismeret, ami nem középiskolai tananyag, de hát mint a megoldásokból örömmel láttam, sokan tudják. Egy ilyen négyzetösszegnek meg nem lehet egyáltalán 4k mínusz 1 alakú prímosztója. Mivel ezt nem gondolom, hogy mindenki ismeri, azért ezt most bebizonyítom. Tehát az állítás úgy szól, hogyha egy páratlan prímszám osztója egy négyzetösszegnek, hát most valamit azért hozzá kell mondani, mert például a p, nyilván minden p prím osztója mondjuk annak, hogy p négyzet plusz p négyzet. Tehát az nem igaz, hogy nem lehet egyáltalán osztója egy négyzetösszegnek, de hogyha osztója egy négyzetösszegnek, és mondjuk azt tudjuk, hogy az A és B relatív prím, de egyébként elég azt tudni, hogy nem ez a triviális eset van, hogy a P külön-külön osztója az A és B mindegyikének. Tehát elég annyit is föltenni, hogy mondjuk a P nem osztója az A-nak, abból már következik, hogy a B-nek se, hogy a B-nek se osztója, mert hiszen ha a P osztója lenne a B-nek, és osztója az A négyzet plusz B négyzetnek, akkor az A négyzetnek is, tehát az A-nak is. Tehát ha csak annyit teszek föl, hogy a P nem osztója legalább az egyiknek a kettő közül, hogy ebből következik, hogy a P nem lehet mínusz 1-jel kongruens moduló 4. Ez egy borzasztó erős állítás, ez nagyon meglepő. Hogy egy négyzetösszegnek minden páratlan prímosztója, nem csak, hogy ő maga a négyzetösszeg, hanem minden prímosztója is csak 4k plusz 1 alakú lehet a páratlan prímosztó. Kivéve azt a triviális esetet, hogyha külön-külön mind a két tagnak osztója az illető prímszám. Na hát, hogy lehet ezt belátni? Továbbra is használom a kongruenciákat, fölteszem, hogy az többé-kevésbé ismer. Tehát azt tudjuk, hogy az A meg a, ugye ide vagy van írva, de ahogy az előbb elmondtam, ha az egyiknek nem osztója, akkor a másiknak se.
És akkor ugye azt tudom, hogy A négyzet kongruens mínusz B négyzet moduló P. Ezt mondja a feltétel. És mivel a B nem nullával kongruens moduló P, tehát van neki egy inverze, tehát van egy olyan B vesző, hogy B-szer B vesző az kongruens egyel moduló P. Ugye ezt még az is tudja, aki nem ismeri esetleg ezt a kongruenciás jelölést, mert arról van szó, hogy a tudjuk, hogy a B és a P relatív prímek, és azt tudjuk, hogy a legnagyobb közös osztó az előáll ilyen alakban, hogy BX plusz PY. Van olyan XY egész számok, hogy BX plusz PY egyenlő 1. És hát, hogyha X-nek választjuk, ezt az X-et választjuk B vesszőnek, akkor ezt áttérve moduló P kongruenciára, épp azt látjuk, hogy BB vessző kongruens egyel moduló P. Ezzel megszorzom ezt a kongruenciát, akkor azt látom, hogy AB vessző a négyzeten, az kongruens mínusz 1 moduló P. Ezt adja a feltétel. Tehát találtam egy olyan számot, aminek a négyzete mínusz 1-jel kongruens. Ugye akkor annak a negyedik hatványa az nyilván 1-jel kongruens. Mivel kongruens ő maga meg a köbe? Hát azt állítom, hogy minden esetre se ő, se a köbe nem kongruens 1-jel. Először is, ha ő kongruens lenne egyel, akkor a négyzete is, és nem pedig mínusz egy. Ha meg a harmadik hatvány kongruens lenne egyel, és a második hatvány pedig mínusz egyel, akkor az első hatvány az is mínusz egyel lenne kongruens, és megint a négyzete akkor egyel. Tehát ő neki ennek az AB vesző számnak első, második, harmadik hatványa nem egy, de a negyedik hatványa egy. Akkor megint az ötödik, hatodik, hetedik hatványa nem egy, de a nyolcadik hatványa egy. Satöbbi, satöbbi, minden negyedik hatványa egy. De hát másrészt ismerjük kis Fermat tételt, ami azt mondja, hogy minden számnak a P minusz egyedik hatványa az kongruens egyel moduló P má, persze, ha ő nem osztható P-vel. Viszont P minusz egy az 4K plusz 2 alakú a feltevésünk szerint. Az nem lehet. Ugye, mert csak a négyel osztható kitevők adnak egyel kongruenst. Tehát tényleg kijött, hogy a mondott feltételek mellék, feltételek mellett ennek nem lehet osztója egy 4K plusz 3 alakú szám, és kész az ellentmondás, mert a jobb oldalnak van 4K plusz 3 alakú osztója, a bal oldalnak meg nem lehet ilyen osztója. Ugye X és 2 azok relatív prímek, mert mondtam, hogy az X páratlan. Tehát a feltételek teljesülnek. Jó, ez volt a házi feladat megoldása. Na most, amikor az ember egy ilyen feladatot kap, én nagyon bátorítok mindenkit, hogy akkor tegyen föl mindenféle kérdéseket, ami eszébe jut. Például nem tudom, hogy valakinek is eszébe jutott, hogy ennek nincs megoldása, de mi van, hogyha itt x négyzet mínusz 12 egyenlő y-köz? Mi van? Ha csak x 47 és y-köz, nem 11, 13. 13. De őszintén szóval nem az a megoldás, ami elsőre látszik, sőt ez még másodikra se látszik, de hát azért mondjuk harmadikra már látszik. De van egy megoldás, ami elsőre látszik. Ugye az jó megoldás, hogy x egyenlő plusz-minusz 2. Ugye ebben az egyenletben látszik, hogy akármi megoldás az ellentetje is jó x-nek. 2 vagy mínusz 2, mindegy melyik, akkor 4 mínusz 12 az mínusz 8, és az pont mínusz 2-nek a köbe, ott muszáj a mínusz. Tehát ez a megoldás elég könnyen látszik. Az a másik megoldás... Parancsolsz? Tehát az is jó, hogy x egyenlő, persze plusz-minusz 47, de hát ezt a luxus majd egy idő után mellőzzük, de y minden esetre pont 13, ez is megoldás. Na most az végképp nem látszik, hogy ezen kívül nincs más megoldás, de nincs.
Jó, szóval, ha valakinek ez eszébe jutott, akkor ez nagyon dicséretes. De hát persze az igazi kérdés, ami az embernek itt eszébe jut, az az, hogy vajon nem 12 vagy mínusz 12, hanem valami akármi. És megcserélem a szereposztást, ezt a házi feladatot, ezt direkt így adtam föl, hogy ne az rögzüljön, hogy muszáj valamelyiket X-el, tehát hogy előre kiosztott, hogy melyik az X és melyik az Y, de valójában itt van egy eléggé megszokott koreográfia, hogy a másodfokú tagba lévő ismeretlent jelöljük Y-nal és a harmadfokút X-el. Mindjárt megmondom, hogy miért. Tehát a tipikus ilyen egyenlet az úgy néz ki, hogy Y négyzet egyenlő X köbb plusz K. És azért ez a jelölés, mert hogyha itt nem épp X köbb plusz K lenne, hanem valami akármilyen harmadfokú egész együtthatós polinom, nem egészen akármilyen, de ebben most nem menjünk bele, azokat a... Ugye az tulajdonképpen, ha koordináta geometriai szemmel gondolkoztok, az tulajdonképpen egy görbének az egyenlete, az XY síkon. Hogy Y négyzet egyenlő valami harmadfokú polinomja az X-nek. És az ilyen görbéket úgy hívják, hogy elliptikus görbék, és ezek nagyon fontosak és divatosak is a mai matematikában. Nagyon szép elméletük van. Ez egy nagyon speciális esete, ugye itt a K akármilyen egész szám mondjuk. Úgyhogy ezért van ez a jelölés, hogy ezt így írják, hogy Y négyzet egyenlő X köbb plusz K. Most a K lehet pozitív, lehet negatív, mint itt láttuk. Végül is a K lehet nulla is, de azt felejtsük el, mert az egy triviális eset. Ugye ezt úgy gondolunk rá, mint egy diofantoszi egyenlet. Ennek van egy külön neve, az ilyen alakú egyenleteket úgy hívják, hogy Mordell egyenlet. Na most, ha K egyenlő nulla, akkor nagyon könnyű áttekinteni a Mordell egyenletnek az összes megoldását. Mert mi az összes megoldás? Akkor úgy néz ki az egyet, hogy Y négyzet egyenlő X köb. És ha fölírjuk a X-nek is, meg az Y-nak is a prim tényezős fölbontását, és az Y négyzetre emeljük az X-et meg köbre, akkor látjuk, hogy abban az Y négyzet egyenlő X köbbe minden primnek a kitevője muszáj, hogy osztható legyen 2-vel is, meg 3-mal is. Tehát 6-tal is. És másrészt viszont minden hatodik hatvány az előáll egyszerre Y négyzet és X köb alakba. Tehát az összes megoldás az úgy néz ki, hogy X az egyenlő valami T négyzet, és Y meg egyenlő plusz-minusz T köb. Ahol a T most már tényleg egy tetszőleges egész szám, vagy hát ha így írtam, akkor elég lenne, ha nem negatívakon futni. Tehát ez a végtelen sok megoldása van a K egyenlő nullához tartozó Mordell egyenletnek, de ez egy trivialitás. Viszont ami nagyon-nagyon nem triviális, és messze túlmegy a mi lehetőségeinken itten, hogyha a K nem nulla, akkor csak véges sok egész megoldás van. Mármint, hogy az X is, meg az Y is egész szám. Ez minden kára igaz. Mint láttuk, bizonyos kákra nulla darab egész megoldás van. Láttunk másokat, ahol több, mint egy. Majd még mutatok egy-két példát. Ez egy nagyon szép általános tétel, de minket nem ez érdekel, hanem bizonyos konkrét, speciális esetek érdekelnek minket. Hadd említsem meg, hogy megint, ha valaki tovább gondolkozik, és nem csak pont azt nézi, amit elé tesznek, akkor nyilván fölvetődik a kérdés, hogy, és hogyha racionális megoldásokat keresünk, akkor mi van, akkor azokból több van, vagy sokkal több van, vagy minden racionális megoldás szükségképpen egész, vagy mi a helyzet. Itt vannak nagyon sok ilyen történeti érdekesség, ez, hát mondanom se kell, hogy ez is Fermára megy vissza, és a legelső egyenletek egyike az ilyenek közül az az volt, ez a nagyon híressé vált később, hogyha K egyenlő mínusz 2. Ezt Fermá
vizsgálta behatólag. Ennek köze van a Descent Infinihez is. Látjátok ennek egy megoldását? X egyenlő 3, és Y egyenlő 5, vagy mínusz 5. Ugye 25 egyenlő 27 mínusz 2. Na most Fermának az volt a... Ezt írt egy levelet az angol matematikusoknak, hogy bizonyítsák be, hogy csak ez a megoldás van, hogy X egyenlő 3, és Y egyenlő plusz mínusz 5. Hogy nincs más. De racionális megoldása végtelen sok van. Hogy spóroljunk az idővel, ezt nem fogom kiszámolni, de na, megadok egy racionális megoldást, ami nem egész. X egyenlő 129 per 100, és Y egyenlő 383 per 1000. Csak hogy aki nem hiszi el, hogy van neki egész megoldása, az ellenőrizhesse. No, de föltennék egy gyors kérdést. Egy újabb Mordell egyenlet, és most már avval a jelöléssel írom, Y négyzet egyenlő X köb plusz 7. Mit gondoltok, mit lehet erről mondani? Hogy gyorsítsunk az eseményeken, azt állítom, hogy ennek sincs egész megoldása. Lássuk, hogy ez most egy snell feladat. Tehát nem lesz nagyon sok idő gondolkozni, de akinek valami látszik, az szólhat, hogy ő mit lát. Lehet-e, hogy X páros? Jelentkezzen, aki látja, hogy lehet-e az X páros. Balázs? Ja? Ha az X páros, akkor az X köb plusz 7, az moduló 8 hetet ad maradékul. Na most nincs olyan négyzetszám, ami ezt tudná, hogy az ő négyzete az mínusz 1-jel kongruens moduló 8. Tehát biztos, hogy az X páratlan, és persze akkor az Y páros. Ezt már biztosan tudjuk. Na most, gondoljatok az előző egyenletre, a plusz 12-esre. Ott is így kezdődött a dolog, hogy kizártuk az egyik paritási lehetőséget, és a másikkal meg ügyesen elbántunk. Most mi lenne az ügyes elbánás? Mit csinálnánk ezzel? Nem mind ott fönn, mind a két oldalból levonnánk 8-at, hanem hozzáadunk mindkét oldalhoz 1-et. Azt látom, hogy Y négyzet plusz 1 egyenlő X köb plusz 8, vagyis X köb plusz 2 a köbön, vagyis X plusz 2 szorozva X négyzet mínusz 2X plusz 4. Ezt már rutinból alakítjuk, hogy ez x mínusz 1 a négyzeten plusz 3. És hol vagyunk? A megoldás végén vagyunk. Mert megint ez, ugye, megbeszéltük, x páratlan. Tehát x mínusz 1 az páros. Tehát ez egy 4k plusz 3 alakú szám. Muszáj, hogy legyen 4k plusz 3 alakú prímosztója. Ez meg két négyzetszám összege, amik relatív prímek, tehát ennek nem lehet 4k plusz 3 alakú prímosztója.
Tehát kész is vagyok. Notabene, ezzel a másik faktorral is boldogultunk volna, ezt most pont lemásoltuk az előzőt. De lássuk, hogy hogy boldogulunk ezzel, azért is lássuk, mert itt van egy nagyon furfangos hiba lehetőség. Ha a másik faktorra koncentrálunk, ugye azt már tudjuk, hogy x páratlan, y páros. Tehát, ugye vegyük észre, hogy páratlan x-re fönnáll az, hogy x köb kongruens x-el, moduló 4. Az világos, hogy fönnáll. És most mit is csinálunk? Azt csináljuk, az eredeti egyenletet megnézzük moduló 4. Tudjuk, hogy y páros, tehát a bal oldal az nullával kongruens. A jobb oldalon x páratlan, tehát ez az x köb az x-el kongruens, 7 meg 3-mal, tehát már is tudjuk kiindulásul, hogy x plusz 3 az kongruens nullával moduló 4. Vagy ha úgy tetszik, hát ezt kényelmesebb úgy írni, hogy x kongruens 1-el moduló 4. Amit úgy is írhatunk, hogy x plusz 2 az kongruens 3-mal moduló 4. És már ünnepelhetünk is, mert erről a faktorról is kiderült, hogy 3-mal kongruens moduló 4, tehát van egy 4k plusz 3 alakú prímosztója, és onnantól kezdve ugyanaz a megoldás. Jó ez? Robi? Hogy? Az a baj, hogy ez a dolog, hogy egy 4k plusz 3 alakú számnak van 4k plusz 3 alakú prímosztója, ez ugyan teljesen nyilvánvalónak tűnik, de ne felejtsük el, hogy csak pozitív egész számokra igaz. Pozitív egész 4k plusz 3 alakú számot, mikor primtényezőkre bontok, tényleg nem lehet, hogy mindegyik primtényező 4k plusz 1. De negatív szám, például nézzétek, mínusz 5, hogy ne a mínusz 1-et mondja. Mínusz 5 az 3-mal kongruens moduló 4, ez kétségtelen. Ezt akartam mondani? Ezt akartam mondani. És nincs neki 4k plusz 3 alakú prímosztója. Egy prímosztója van, az 5. Az 4k plusz 1 alakú. Tehát vigyázzatok, itt egy nagyon szubtilis hiba lehetőség, hogy az ember negatív számokra alkalmazza az okoskodást, amikre nem igaz. De mi rendben leszünk, ha belátjuk, hogy az x plusz 2 az pozitív. És ezt tényleg beláthatjuk, tehát azt állítom, hogy x plusz 2 pozitív, mert ha ez nem igaz, akkor x plusz 2 kisebb egyenlő 0, tehát x kisebb egyenlő, mint mínusz 2, márpedig, hogyha kisebb egyenlő, mint mínusz 2, akkor a köve kisebb egyenlő, mint mínusz 8, és akkor ez a jobb oldal negatív, ami biztos nem lehetséges. No, úgyhogy ezzel megbeszéltünk néhány Mordell egyenletet, van nagyon sok még. Két dolgot akarok még csinálni. Egyrészt mutatok egy Mordell egyenletet, hogy lássátok, hogy az nem egészen úgy van, hogy az ember egy kicsit piszkálgatja, és hogyha egy ideig már nem talál új megoldást, akkor már nincs is több. Ugye ez az egész Mordell egyenlet, ez arról szól, hogy a négyzetszámok azok teljesen szabályosan helyezkednek el egyre ritkuló közökbe, ugye a egymás utáni négyzetszámok különbsége, mint tudjuk, a egymás utáni páratlan számok. Tökéletes szabályosság uralkodik. A köbb számok önmagukban szintén sokkal nagyobb lépés közökkel, de ugyanúgy szabályosak. A kérdés az, hogy ez a két dolog, ha összefésülök, a négyzetszámokat és a köbb számokat, akkor mennyire közel kerülhet egymáshoz? Ugye most eltekintve attól, hogy vannak, amik négyzetszámok is, meg köbb számok is, az nem érdekel minket, de ha nem épp egyenlők, akkor lehetnek-e például egy távolságban, vagy kettő, vagy k, vagy mínusz k, attól függ, hogy a négyzet a nagyobb, vagy a köb a nagyobb. Na most, hogy az a tétel, amit ide fölírtam, az azt mondja, hogy akármilyen konkrét távolság, csak véges sokszor fordulhat elő,
Tehát valójában, ha tartok a végtelenbe, akkor egyre nagyobbak lesznek. A távolságok is tartanak a végtelenhez. De azért néha egy bizonyos távolság elég gyakran előfordul. Hadd említsem ezt a híres példát, hogy mi a helyzet y négyzet egyenlő x köb plusz 17-tel. És ennek mutatom a megoldásait, tehát xy, az y-nál mindig csak a pozitív értéket írom ki. Mínusz 2, 3, az megoldás. Aztán mínusz 1, 4, az is megoldás. 2, 5, az is. 4, 9, az is. 8, 23, 43, 282, hoppá. 52, 375, hát ezek ugye körülbelül olyan nagyok, mint ezek itt. És aztán nézzük, és nézzünk ezret, 2000-et, 3000-et nem találunk. Úgyhogy nyilván már nincs több. És akkor egyszer csak 5234, 378.661, az is egy megoldás. És több már tényleg nincs, és azt be lehet bizonyítani. Szóval azért mondom, itt azért vannak meglepetések, tehát ezek nagyon furcsán tudnak viselkedni, majd még esetleg visszatérünk rájuk. Na most befejezésül kettő darab házi feladatot szeretnék feladni, és azt szeretném mondani, egyrészt a jelenlévők ugyanígy a legközelebbi alkalomra kezdettkor adják oda nekem a nevükkel, iskolájukkal, osztályukkal és e-mail címükkel ellátott papírost. Mivel két házi feladat lesz, aki mind a kettőt megcsinálja, azt kérem, hogy ezt két külön papíroson adja be. Tehát ennek az időpontja a legközelebbi alkalom, október 26, és ugye ugyanígy, mint ma, 14:30 kezdünk. Tehát a személyesen papíron beadott feladatokat ekkorra kérem. De bárki, aki ezt nézi, akárhol az országhatáron belül vagy kívül, az mind elküldheti nekem a megoldást, csak azt kérem, hogy legkésőbb eddig érkezzem meg az e-mail címemre, és az e-mail címem az a következő, pelikan@cs.elte.hu. És azt kérem, hogy aki e-mailbe küld megoldás, az ha egy mód van rá, akkor PDF file formájába küldje el a megoldást, mert azzal a legkényelmesebb elbánni. No, és mi legyen ez a két feladat? Hát egyrészt lesz egy feladat, ami a mai anyaghoz kapcsolódik, már mondom is. Így szól a feladat, hogy keressük meg az alábbi egyenletnek, ide írom, hogy ne süssön rá a nap. Keressük meg az alábbi egyenletnek a pozitív egész számokból álló megoldásait. És az egyenlet így néz ki, hogy x köb mínusz y köb egyenlő xy plusz 61. Tehát az összes olyan xy pozitív egészre vagyok kíváncsi, ami kielégíti ezt a Diofantoszi egyenletet. Ez az egyik házi feladat. A másik házi feladat pedig így szól. Tegyük föl, hogy A1, A2, stb. Egészen A6-ig azok pozitív valós számok. Akkor bizonyítsuk be a következő egyenlőtlenséget, hogy A1 per A2 plusz A3 plusz A2 per A3 plusz A4, plusz A3 per A4 plusz A5, plusz A4 per A5 plusz A6, plusz A5 per A6 plusz A1, plusz A6 per A1 plusz A2, szépen ciklikusan, hogy ez nagyobb egyenlő, mint 3.
Tehát ezt bizonyítani kell, hogy fönnáll ez az egyenlőtlenség. Tetszőleges 6 darab pozitív valós számra. No, ennyit mára, mint mondtam, mi legközelebb október 26-án találkozunk. Dobos tanár úr következő szakköre október 12-én lesz, és mindenkit szeretettel várok a Kürsák versenyre október 5-én. Köszönöm.